Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és jöjjön egy érdekesebb videó, ugye az a cím, hogy megengedheted-e magadnak a játékot. Elég felnőttesen fogunk most beszélgetni a dolgokról. Tudom, hogy nagyon sokan fiatalok vagytok, 10 év körül, és követtek engem, és nagyon köszönöm, és megtisztelő, hogy engeditek. Hogy véleményt formáljak, és hogy netán akarva vagy akaratlanul formáljam a ti véleményeteket. Ez nagyon megtisztelő számomra engem, hogy engem néztek, hogy az én csatornámat követtek, hogy az én gondolataimat hallgatjátok meg, mert minden ember, aki megoszt velünk gondolatokat, úgy ahogy van, befolyásol minket, ha szeretnénk, ha nem, de valamilyen szinten ugye előtett gondolatokat a fejünkben, és nagyon megtisztelő, hogy én lehetek az, akinek megengeditek, hogy ezt tegye azzal, hogy az én videómat megnézitek, hogy lájkoljátok, hogy bármi. Nos, de térjünk le ugye a gamer pszichológiáról, mint ezen a részén, és ugye sziasztok ott felnőttek, akik itt mászkáltok a világban, nektek is szól ez a videó, és számotokra is azt mondom, hogy tőletek talán, ha máshol nem, egy olyan embertől, akinek személyisége még kifejlettebb, és még erősebb akaratú, még inkább köszönöm ugye, hogy én lehetek az, akit meghallgattok, és hagyjátok, hogy valamilyen szinten a gondolataim eljussanak hozzátok. Nos, térjünk rá egy kicsit a lényegre. A dolog az ugye, hogy sokszor, és most egyelőre hozzáteszem, hogy itt a nyár, és mindenki nagyon happy, mindenki tervez, nyaralni szeretnénk menni, új gépet szeretnénk venni szeptemberre, és játszani szeretnénk egy kicsit, és mindent szépen egy csokorba szeretnénk tenni, és elterveztük, hogy ez a mi legjobb nyarunkra, új gépet veszünk, netán elmegyünk nyaralni, netán megtanulunk játszani, stb. És szeretnénk, hogyha ezek mind megvalósulnának-e. És írjátok le, hogyha véletlenül is egy picit tévednék ebben, hogy rengetegen írtatok nekem út közben, hogy szeretnék új gépet venni, szeretnék a nyáron új gépet venni, új gépre gyűjtök. És azoktól, akik például ezt írták, vagy azoktól, akik azt hitték, hogy ide mennek nyaralni, oda mennek nyaralni, tőletek így mind megkérdezném, hogy mennyit valósítottatok meg ebből? Vettél azóta új gépet? Tettél félre egy centet is arra, hogy vegyél egy új gépet? Vagy megtervezted egy kicsit a nyaralásodat? És most ezeket a kérdéseket most egy kicsit függőben hagyjuk, és elkezdek beszélni úgy más témairányzatról, ugye. Sokszor van velünk olyan, hogy leülünk játszani, és játszunk, de nem megy. És ha emlékeztek az előző videóban, amit mondtam a személyiségtípusokban, ugye a játék jó, mert szinkronba tudjuk hozni az összes 4 személyiséget, ami úgy bennünk dominál, annak a kettőnek a segítségével, annak az egynek a segítségével, ami éppen legjobban dominál bennünk, és azért jó egy játék, mert mindezt szinkronba tudjuk hozni, és el tudjuk érni azt a bizonyos csúcshatást, amire képesek vagyunk, ami megállíthatatlanná tesz minket a játékba, és ezért is szeretjük ezt a dolgot. És ugye leülünk sokszor játszani, de van olyan, hogy nem, most így nem az igazi, és nem tudod, hogy miért. De valójában lehet, hogy ott motoszkál benned, és pontosan tudod, hogy miért. Azért lehet ez megint csak egy válfaj a dolgoknak, azért lehet ez, mert hogy hát a franc ügye el, de valamit nem teljesítettem úgy, ahogy kellett volna. Példázom a dolgot, annó, mikor suliba jártam, kikaptam a házi feladatot, és tudtam, hogy nagyon fontos, hogy megcsináljam azt, mert akkor felkészültebb leszek a ZH-ra, és tudtam, hogy ez fontos, meg kell csinálni, de mégis leültem játszani, mert bevonzott a dolog, és játszanom kellett, de a játék arra nem ment, tehát rohadtul nem ment a játék, és nem, egyszerűen nem tudtam, hogy miért, de valójában tudtam, hogy miért. Azért nem ment a játék, mert nem teljesítettem azt az adott feladatot, ami engedte volna a lelkemet, az agyamat felszabadulni, hogy szabadon játszhassak, tehát volt valami kötelezettség, valami ígéret számomra,
saját magammal szembe egy ígéret, hogy megcsinálom a házit, hogy jobb legyek az EH-ra, és nem tartottam be ezt az ígéretet, ezért a másik dolog, a játék nem ment. És ez egy fontos része azt hiszem annak, amikor így leülünk játszani, hogy amit előtte megígértünk, tehát amikor leülsz játszani például, gondold végig, hogy most van-e az a pillanat, amikor megengedheted magadnak a játékot. Úgy értem, hogy mindent megcsináltál-e adott napodban, napszakodban, hogy le tudsz-e ülni nyugodtan játszani. Mert sokszor úgy ülünk le nyugodtan, hogy azon pörög az agyunk, hogy valamit nem csináltunk meg. Tudjuk, hogy mi az, amit nem csináltuk meg, de miért nem csináltuk meg? Lustaságból, mert nem tudtuk, hogy éppen hogy kell megcsinálni, az is előfordulhat, hogy nem tudtuk, hogy hogy kell megcsinálni, és ott hagytuk az egészet, marja a csőrünket, és ezért nem tudod megcsinálni a 150 nullás statodat Battlefield-en vagy Call of Duty-n belül. És ez ugye rossz, ez fog vissza bennünket. És az, hogy nem tudtuk valamiért megcsinálni, nem akartuk, lusták voltunk, nem volt erőnk belevágni, nem tudtuk, mert nem volt elég tudásunk, hogy kell megcsinálni, és emiatt nem megy a játék. Ugye a játékon belül is azért nem tudsz csinálni sokszor magasan pozitív statot, mert még nem tudod, hogy kell dolgokat, meg kell tanulni. Szóval csőrödet, de azért nem megy. Ezért vannak dolgok, hogy csináljuk meg, tanuljuk meg, érjük el, és akkor menni fog. És ugye így vagyunk a játékos, és tehát ha tiszta fejjel akarunk leülni játszani, akkor igyekezzük a napi dolgainkat rendbe rakni, megcsinálni, és figyelmet, időt szentelve annak, amit nem játék konkrétan, figyelmet és időt szentelni annak, ami nem játék, és azután leülni, játszani, mikor a legjobb tudásunkat belevittük abba, ami konkrétan nem a játék. Mert a játék, ugye, ahol egészek vagyunk, ahol kiteljesedünk, attól még csak egy játék tud maradni, és most ez egy kicsit felelősségérzet irántatok, srácok, tehát az egy játék, egy valami, ahol belemerülünk és elfeledkezünk, de azon kívül vannak dolgok, amit tennünk kell azért, hogy játszhassunk. Tennünk kell azért, hogy több időnk jusson játszani. Vannak dolgok, amik mellett nem tudunk elmenni. Például, lepéldálózom, én ugye emlékeztek, nagyon volt egy idő, amikor nagyon ritkán raktam fel a videókat, akkor volt, hogy kiköltöztem Angliába, azután jött, hogy elkezdtem megvásárolni az új gépet. És hogy lássátok egészbe a képet, akkor volt az, hogy kevés videó jött fel. Nem azért jött fel kevés videó, mert ráuntam valamire, mert nem akartam, mert vagy nem volt időm játszani, hanem lett volna időm is, akarhattam volna is, de egyet tudtam, hogy ha azt akarom, hogy jól menjen a játék, hogy jó videókat csináljak, az akkor lehetséges, ha elérem azt, hogy megveszem ezt, például ezt az új gépet, egy befektetés, csinálok abba, hogy nektek valami többet és jobbat hozzak el, nem beszélve arról, hogy számomra ez egy hobbi, ez egy kiegészülés a játék mellett, egy teljesség, és ezt szeretem csinálni, és szeretném is csinálni még a jövőben, és ezáltal azzal, hogy megvettem egy új gépet, megengedhettem magamnak azt, hogy többet és jobbat csináljak. És most azt kérem, hogy nézz egy kicsit magadba, nézz egy kicsit oda belőle, megvan-e neked az a körülményed, hogy megenged magadnak a játékot? Hogy megvan az a körülményed, hogy azt mondd, hogy véget ért ez a hónap, az a hónap, vagy véget ért a nyár, és most leülök, játszok, mert mindent megcsináltam, minden pipa a listán, és jól érzed magad belül, és tudod, hogy egy nyugodt szívvel ülsz lejátszani. Megvetted-e az új gépet? Megcsináltad-e azt a szüleidnek, amit szerettél volna? Megcsináltad, vagy betartottad-e az ígéretedet, amit a párkapcsolatodban tettél? Szóval lehet, hogy furán hangzik nektek fiataloknak, amit itt mondok. Az idősebb generáció tökéletesen tudja, hogy miről beszélek, az biztos. De nektek fiataloknak lehet, hogy furán hangzik. Ahhoz, hogy valahol jól teljesítsünk, lehetőleg abban teljesítsünk jól, amit a legszívesebben csinálunk, ahhoz az életnek a többi területén is egésznek kell lenni. Azért kell időt szánni sokszor
dolgokra. Azért kell több időt sokszor olyan dolgokra szállni, amit lehet, hogy éppen most nem szeretsz. Azért kell egy kicsit több időt rájuk szállni, hogy utána azt tehesd az idő többségében, amit szeretsz. Ezt úgy hívjuk, megint csak szakmai ártalom, tehát ez befektetés magunkba, gyakorlatilag. Befektetsz abba az időbe, amit te szeretnél későbbiekben többet és jobban csinálni. Ha játszani szeretnél, ha a játék az, amit szeretsz, és ami, ahogy gamer lehetsz, akkor ne feledd, az idődet például abba kell befektetned, hogy például egy új gépet veszel, egy jobb gépet veszel, akkor meg kell keresned azt a munkát, ami segít neked majd lehol a nyáron egy nyári munka, hogy vegyél egy új gépet. Vagy azt a szemét, aki netán segíthet neked elérni abban, hogy vegyél egy új gépet, mert ugye sokan fiatalok vagytok, és a szülőkre támaszkodtok. És ugye itt olyankor sokszor szokott jönni a kérdés, jó, Necrocream, de figyeljél már, nekem nincs pénzem, én nem találok munkát, és a szüleim nekem soha nem vennének egy új gépet. És azért emlékszem, mert azért náluk is volt ilyen időszak, hogy nem volt pénzünk, nem tudtam mit csináljak, a gép akkor is kellett. És a leges-legelső számítógépemet igazából egy nyár alatt vásároltam meg, tehát elmentem dolgozni, és gyűjtöttem rá pénzt, tehát akkor voltam 16 éves. Talán, igen, kb. 16 lehettem. Az volt az első gép, amit megvettem magamnak, én nyári munkából dolgoztam össze. Kurva kemény volt, diákként alig kerestem valamit, ugye, és gyakorlatilag mégis összejött, és megvettem a gépet, hogy jött össze, arra hamarosan rá fogok térni. Szóval most például ugye, aki új gépet akar venni, aki csak jobban szeretne játszani, vagy ugye mi felnőttek, akiknek azért több kötelezettség, gyűlölöm ezt a szót, hogy kötelezettség, igazából több feladata van az életben, mint hogy csak játszani, és tudom, hogy nagyon sokan vagyunk itt felnőttek, akik imádunk játszani, és több feladatunk van az életben, amit játék mellett teljesíteni kell. Mi úgy látjuk, tehát legalábbis én úgy látom a dolgokat, hogy mindennek egy egésznek kell lennie az életemben, tehát figyelem kell, figyelni fogok, hogy figyelek a párkapcsolatomra, figyelek a munkámra, figyelem, hogy a munkám minősége olyan legyen, figyelem, hogy a munkámat úgy alakítsam, a párkapcsolatomat úgy alakítsam, úgy üljek le beszélni a párommal, úgy dolgozzak, hogy mindezek együtt összessége kiadja nekem azt az időt, amit megengedhetek magamnak a hobbimra. Arra a hobbira, hogy nektek videókat csinálok, arra a hobbira, hogy játszok, hogy együtt tudjak veletek lenni, egy ilyen TNA összejövetele, mind ezek előbb-utóbb egy ilyen befektetések lesznek a jövőbe nézve. Nem arról van szó itt, hogy most úristen, tényleg én nekem egy új gépet kell venni, és akkor elfelejted a játékot, elfelejtesz mindent, és hajtasz ezerrel arra célra. Úgy is lehet, semmi baj nincs vele, nagyon jó dolog, de nem arról van szó, hogy ezt így kell csinálni. Időnként leülhetsz, csinálhatsz egy videót, csinálhatsz egy játékot, elmehetsz ide, elmehetsz ide, tehát megengedheted magadnak azt a bizonyos kis jutalmat időről időre, csak soha ne felejtsd el fókuszálni a célodra. Hogy lehet fókuszálni a célra? Nagyon jól. Úgyha például megcsinálod elérsz egy bizonyos lépést, egy bizonyos lépcsőfokot a célodhoz vezető úton, olyankor jön az, hogy megjutalmazhatod magad, hogy lásd, hogy nem a semmiért dolgozol. Olyankor jön az, hogy megnyalhatod azt a kis fagyit, és utána mehetsz tovább a célod felé. Szóval én is most egy ilyen állapotban vagyok. Itt a nyár, el szeretnék menni nyaralni, nem hogy el is fogok menni nyaralni, igazából, de most, hogy úgy mondjam, hogy az a nyaralás úgy teljen, hogy ne kelljen aggódnom sok mindenért, most beszélünk egy kicsit felnőttesebb dolgokról, hogy ne kelljen aggódnom sok mindenért, azért most egy kicsit oda kell tennem az időmet a munkába. Például, mert ugye az engedheti meg, hogy ez a nyaralás olyan minőségű legyen, amilyennek lennie kell. Úgyhogy, és ezt kívánom nektek is. Tehát most itt a nyár, tervezitek az új gépet, tervezitek a nyaralást, tervezitek akármit, és ugye beszéljük, hogy ó, a fene hogyan csinálhatná meg azt, ami a célod. Tehát sokszor sok ember ott ül a
a szobájába, és azon gondolkodik, hogyan érhetné el a célját, és nem tudja, mert nincs meg a megfelelő tudása hozzá. Tehát sokszor nem az a baj, hogy nem szeretnénk megcsinálni valamit, vagy félünk, vagy bármi, az, hogy nincs meg a megfelelő tudásunk. És akkor íme egy útmutatás arra, hogy hogyan érjük el a célunkat, hogy gyerek vagy, és ugye mondjuk az, hogy nincs pénzed, szüleid tartanak el, nem tudod, hogy szeretnél egy új gépet, és tudod, hogy a szüleid az az út, akik lehetségesé tudnák tenni azt, hogy te megcsináld ezt a gépvásárlást, hogy egy jobb gépet szeptembertől, mivel játszhatod a játékot, akkor én úgy gondolom, hogy mint gyerek, oda kell menni a szüleidhez, és nyugodtan kérdezz meg, hogy te figyelj anyu, figyelj apu, figyeljetek már, nagyon szeretnék venni egy új gépet, és szeretnék kapni egy új gépet, hogy játszassak, de ez egyértelmű, hogyha kérünk valamit, akkor adnunk is kell valamit. És akkor szépen megmondják, hogy mi az az útja, módja, anyu, apu, hogy én kaphassak egy új gépet. Segítsetek nekem abba, hogy elérjem azt a célt, hogy vegyek egy új gépet. Tehát mi az az módja, mi az az útja, amit én megtehetek, értetek, azért, hogy elérjem, hogy kapjak egy új gépet. És higgyetek el, hogyha az emberektől kértek segítséget, természetesen nem ingyen, mert semmi sincs ingyen az életben, akkor örömmel segítenek az emberek. Tehát, ha kérsz és adsz, akkor az emberek örömmel segítenek. Főleg a szülők. A szülők bárminél boldogabbak, hogyha neked van egy sikerélményed, hogyha van egy célod. A szülők szeretnék, hogyha lenne egy célod. Szeretnék, hogyha neked abban segíthetnének. De ne felejtsd el, hogy ők is emberek, és szeretnék, hogyha te adnál valamit cserébe. Lehet, hogy azt fogják, lehet, hogy lesz, akinek csak azt mondják, hogy hát figyelj, fiam, szeretném, hogyha szeptembertől mondjuk a fél évi bizonyítványod 5-ösre zárulna, és akkor megveszük neked a gépet. És akkor tegyél érte, tedd meg azt, hogy szeptemberért önmagadért, nem a szüleidért, saját magadért, mert neked kell az új gép, de megteszed azt, hogy full 5-ösre zárod a bizonyítványodat, és akkor közben pedig mutogatod a szüleidnek az eredményeidet, hogy ők is lássák, hogy neked ez megy, és hogy komolyan gondolod a célodat, és akkor meg lesz az új gép. Van, akinek azt mondja, nálunk például az volt a helyzet régen, hogy figyelj, fiam, tudom, hogy szeretnél nagyon azt a gépet, de rohadtul nincs pénzem, és nincs pénzünk rá, és tudod, hogy az egyetlen módja az, hogy dolgozz. Hogy megkapd azt az új gépet. De figyelj, és még itt is ott járunk, hogy bár nem volt pénzünk, és akkor is azt mondta, ajánlom, figyelj, fiam, ha dolgozol, összegyűjtesz ennyit, én még ennyivel kipótolom, és megkaphatod azt az új gépet. És elkezdtem dolgozni diákként, beletelt egy időben, mire találtam munkát. Magyarországon nem könnyű találni munkát, de meg lehet találni a munkát. Majd abban is tudok talán segíteni, hogy hogyan lehet megtalálni a munkát. És elkezdtem dolgozni, összegyűjtöttem majdnem 100.000 forintot gyakorlatilag, tehát 3 hónapot dolgoztam nyáron diákként havi 80.000 forintért, szóval nem mondom azt, hogy de spórolnom kellett azért diákként, hogy hazaadtam a kötelezőt, elpartiztam a kötelezőt, és a többit félretettem gépre. És még elmentem nyaralni, szóval erről beszélünk, amikor az egy diák munkám vagy, ezt megengedheted, mert hazadtam, én hazadtam a kötelezőt, sokatoknak nem kell hazadni a kötelezőt, én mégis hazadtam tiszteletből, szeretettől, és stb. Az már az én dolgom, és a többit meg félretettem, a többit meg elbulisztam, szóval volt, hogy úgy mondjam, tehát azért nem azt mondtam, hogy ez az egész fizetésre félretettem a gépre, és megvettem az első gépemet, és végül úgy mentem meg, hogy édesanyámnak is sem kellett egészítenie tulajdonképpen. És hurrá, éppen megvolt, jaj, de jó, és minden tuti voltok, boldog voltam, és így elértem a célomat, és még nyaralni is voltam pluszba fejre, de azt a 2,5 hónapot, hogy úgy mondjam, belefektettem abba a munkába, időnként persze tettem azt a szünetet, de belefektettem az időmet azért, hogy később meglegyen az, ami kell, és az idő arra, amire szükségem van. És felnőttként pedig másképp működnek a dolgok azért egy kicsit, de mégis hasonlóan. Tehát, ha mondjuk szeretnék elmenni nyaralni, akkor megnézem azt, hogy mi az, ami megteheti értem azt, hogy nyaralok.
Tehát lehet, hogy a főnököd az, vagy lehet, hogy a munkád az, hogy egy kicsit többet válasz be, bár kicsit másképp tevékenykedem munkával, mint a megszokott emberek. Ezért másképp is gondolkodok a munkáról, mint olyanról, és hogy kéne lennie. De lehet, hogy a főnököd az, hogy figyelj, főnök, most erre és erre a pénzre van szükségem, hogyan tudjuk ezt elérni. És hogyha az ember nyitott és olyan, amilyen, akkor valószínűleg segíteni fog neked benne. Vagy ki az a személy? Tehát mindig az van, hogy felnőtt életben mindig az van, hogy megkeressük azt az adott személyt, azt az adott szituációt, azt az adott lehetőséget, ami megteremti a feltételeket azért, hogy mi elérhessük a célunkat. A legrosszabb az, hogy mint felnőttek olyanok vagyunk, hogy így elveszítjük a bátorságunkat, hogy mindezt megtegyük. Na de most már nagyon hosszúra nyúlt a videó, és a felnőttek úgy is tudják, hogy többnyire hogyan érjék el a célukat, többnyire, hogy úgy mondjam, mert sokszor a saját félelmeink gátlásai vagyunk felnőttként sajnos, és ezt kívánom gyerekként, hogy sose szűnjön meg bennetek, tehát ne féljetek lépni. De ennyi lett volna ez a mostani videó, remélem érdekes volt. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!